Ma elindult a 60 kártya hivatalos weboldala, amely a www.60kártya.hu címen érhető el. Szabó Zsolt 60 város polgármestere kiemelte, nagyon nagy eredménynek tartja, hogy több mint 60 cég jelezte már csatlakozási szándékát a programhoz. A Fideszes városvezető elmondása szerint ehhez a sikertörténethez a jó ötlet önmagában még nem elég. Más is kellett hozzá. Munka, mint mindenhez. Én úgy gondolom, hogy abban, amiben van jó gondolat, segít az embereken, és mögé tesszük a, a kitartást, az energiát és a munkát, az minden sikeressé válik. Nagyon örülök neki, hogy olyan városokhoz képest, ahol már öt éve van városi kártya, ahhoz képest sokkal jobb eredményt értünk el. Szabó Zsolt szerint nagyon fontos az, hogy a kereskedelem és a szolgáltatás szinte minden ága megtalálható a 60 kártya programban, hiszen így minden területen kedvezményt élveznek azok a hatvaniak, akik kiváltották a kártyát nagyon sok szolgáltatást tudunk ezen keresztül adni a lakosságnak, készítjük elő a szociális boltot, indul a holnapja, ezek a kedvezmények, ezek megtekinthetők. Egy szóval mindenben előjárunk. Én nagyon szépen köszönöm azoknak a kollégáknak, akik ezzel foglalkoztak, foglalkoznak, és hát köszönöm szépen a hatvaniaknak, hogy bizalmat adtak a hatvankártyának. Városunk polgármestere hozzátette, mindebből jól látszik, hogy a 60 -i vállalkozók odaálltak a kezdeményezés mellé, és jó üzleti lehetőséget látnak benne. A weboldalon megtalálható minden lényegi információ a 60 kártyával kapcsolatban. Az igénylési nyomtatványokat le lehet tölteni, így azokat már kitöltve vihetik be az igénylők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára. Az is fontos funkciója a weboldalnak, hogy a hatvaniak napra készen tájékozódhatnak az elfogadó helyekről és az általuk nyújtott kedvezményekről. A www60 kartjahu oldal már 60 város új arculati elemeivel készült. Szabó Zsolt polgármester biztos benne, hogy mindez erősíti a hatvaniak kötődését a városukhoz, erősíti a közösséget, az összetartozást és a sikerérzését. Azt lehet mondani, hogy a 60 városi múltja a település, az, hogy a gyökereink itt vannak, kire kötődünk, ezt szeretnénk erősíteni. Olyan új elemek vannak teljesen a városnak a külső megjelenésében, a város alculat tervezésében. Ez most is folyamatban lévő munka. Hát például a 60 kártyán megjelennek ilyen elemek, ezek egész a úgynevezett 60 kultúráig, a bronzkorig utalnak vissza a múltunkra. Ezzel azt szeretnénk erősíteni, hogy 60-ban jó 60-inak lenni. Az itteni emberek kötődnek a városhoz, kötődnek a földhöz, kötődnek az ősökhöz. Egy szóval szeretnénk a tradíciókat és a hagyományainkat erősíteni. A honlapon olvasható a városunk új jelmondata, a jövőnk öröksége. Szabó Zsolt, 60 város polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, joggal érezhetjük úgy, hogy a sikeres 60-i közösséghez tartozunk. Erre jogosít fel minket 60 több évezredes, a bronzkorig visszanyúló történelme is, amit elődeinktől kaptunk örökségül, mi, mai élő 60-iak. Szabó Zsolt leszögezte, ehhez kell most hozzátennünk azokat az értékeket, amivel mi gazdagítjuk városunk történelmét, és amit hátrahagyhatunk gyermekeinknek, unokáinknak. Ez a mi örökségünk a jövő generációja számára, így hitünk szerint 60-nak nem csak veretes múltja, hanem ígéretes jövője is van. Remélhetőleg tele sikerekkel, mondta Szabó Zsolt, 60 város polgármestere.